Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, mit érez irántad, mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz az ő gondolataiban. És itt a levél vagy azt jelenti, hogy tervezi, hogy ír neked, keresi veled a kapcsolatot, vagy ez a levél azt is jelentheti, hogy vár arra, hogy te jelentkezz nála. Mit érez irántad? Ő úgy érzi, hogy te valami miatt szomorú vagy. De látható itt, hogy lesz egy ilyen kellemes meglepetés. Közeledni fog hozzád, nem akarja azt, hogy egyedül érezd magad, hogy szomorú légy, hanem lesz egy kellemes meglepetés. Mit fog tenni? Itt ez az állandóság jelenti azt, hogy lesz egy tartós, komoly párkapcsolat. Lesznek olyan pillanatok, amikor ő egyedül érzi magát, vagy egyedül szeretne lenni, de azt kívánja, hogy bízd meg benne. Itt nem egy másik nőről van szó, hanem ez az özvegy férfi jelenti akkor az ő visszahúzódását, hiszen néha vannak olyan pillanatok, amikor egyedül szeretne lenni. Persze, ez az özvegy férfi jelentheti az apukáját, lehet egy örökösödési ügy is. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a katonatiszt tudja, hogy mit akar. Az is lehet, hogy megvan ez a tartása, hogy kicsit úgy parancsolgat neked. De ne légy szomorú, hiszen látható itt egy jó hír, az örvendezés, és ami az ő terve, hogy ki akar építeni veled egy tartós párkapcsolatot, mert ez az állandóság, ez fontos számára. Ez a katonatiszt lehet egy másik férfi is, és fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, fél attól, hogy egyedül marad, fél attól, hogy elveszít téged. De mégis megvan itt ez az öröm, hiszen megvan a bizalom, hogy közelebb kerültök egymáshoz, hogy ki tudjátok építeni ezt a tartós párkapcsolatot. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!